2021. szeptember 25-én a szüret fantasztikusan jól sikerült, több mint 400 liter mustot sikerült összehoznunk. Nagyon frankó idő volt, végig sütött a nap, úgyhogy már itthon, viszont megyek tovább további programokra, családdal, úgyhogy egy gyors bejelentkezés. Minden frankó, remélem, hogy túlélted ezt a hetet. Azt, hogy egy héten belül kétszer megélni ezt a nagy pánikot és dumpot, ehhez kell idegzet, de hogyha neked megvan, biztos vagyok benne, hogyha követed a csatornát. Szóval kérek egy nagyon-nagyon kövér lájkot, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, nyomd meg azt a kis harangocskát, és az összeset jelöld be. Én Denkler Miklós vagyok, minden nap elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzést, altcoin, NFT, DeFi érdekességeket, hogy ezzel edukáljak a legeslegnovatívabb technológiába, ami az internet óta létezik, és ami egyébként a pénz újabb evolúciós szintét is jelenti, azaz a kriptovalutánkról. Szóval lájkot nyom, irány a képernyő megosztás, és nézzük, hogy mit mutat a kedvenc buborékos csártunk. Na, hát vegyes a kép, látjuk, hogy pár coin igazán korrekcióban van, például a Waves tegnap zöld volt, ma visszavett egy picit, illetve a többi coin is visszavett, Arweave, Avalanche, és többiek is, Elrond is, Near Protocol, viszont szépen megy ada, ugye tudjuk, hogy Cardano Summit van ma, és holnap jönnek az új hírek, ada nagyon jól néz ki, van Harmony, úgy szintén 20%, Wi-Fi, Use, Phantom nagyon frankon megy, és Terra Luna nagyon-nagyon jó, szóval én, amire most teljesen bele vagyok szerelmesedve, Ada, Dot, Kusama, Luna, meg persze az összes Layer 1, mint One, Harmony, Phantom, Avalanche, meg stb., és Tezos is, mint Layer 1, főleg ugye NFT kapcsán nagyon-nagyon izgalmas. Nézzük, hogy áll a kriptó félelem és kamiság indexünk. Látjuk, hogy 28-nál vagyunk, azaz félelemben van a piac, de ez nem igazából extra félelem. Tudjuk, hogy két napja 21-nél voltunk, ami extra félelmet jelent, illetve voltunk múlt hónapban 79-nél is, ami viszont extra kapzsiságot jelent, úgyhogy ma így néz ki a piac, hogy 3 hónap nagy félelem után 2 hét kapzsiság, aztán újra szembe, ami egyébként nem rossz, mert tudjuk, hogy félelemben lehet igazán jól bevásárolni. Nézzük, hogy állnak a mai hírek. Ugye tudjuk, hogy a tegnapi nap arról szólt, ugye arról a pánikkeltésről, hogy Kína betiltja a kriptokat. Ez ugye nem új keretű, ugyanezek a tiltások már megvoltak, csak most újabb hangsúlyt adtak, újra megemlékeztették a népet, hogy ti 1 milliárd vagy 1,5 milliárd ember, Ti nem ehettek a jóból, nem mehettek a paradicsomba, stb. Nézd meg feltétlenül a tegnapi videót, elmondtam a véleményemet. Még egyet hozzátennék, hogy eddig, bármikor a bitcoin tiltották bármelyik országba, sokkal inkább megugrott az érdeklődés iránta, és sokkal több ember vásárolt be, és jutott bárhogy, akár az élete árán is bitcoinhoz, mint azon országban, ha nem tiltották. Szóval van egy ország, ahol nem tiltják, lehet, oké, a lakosság 10%-a megy, és, vagy 5%-a megy, és foglalkozik vele, ahol viszont tiltják, ott még inkább. Szóval a tiltott gyümölcs az mindig édesebb, és ugye tudjuk, hogy a bitcoin az jó az emberiségnek, és a kínai milliárd embertömegnek is fog segíteni. Egyébként azt gondolom, hogy lehet, hogy gondolkozni kínai termékek bojkottján, egyébként sem jó a minőségük, meg elárasztják a piacot, nem tudom, ezen úgy gondolkozz el, lehet, hogy majd ebben szerveződünk valamit, akár nemzet szinten, ez ugye éppen szüretelés közben jutott eszembe. Oké, szóval következő hírünk, Bitcoin Lightning Network. Tudjuk, hogy amit tegnap ugye a Twitter elindított, hogy a Twitteren keresztül lehet ugye különböző borravalót adni, de valójában Bitcoint lehet küldeni Twitteren keresztül, Lightning Network használatával, jóformán azonnal, nagyon olcsón. És ugye a Lightning Network bődületes mértékben növekszik, új csúcsért, 2738 bitcoin van már bevonva így, ami a Lightning Networkön teljesít szolgálatot, és tudjuk, hogy a Lightning Network egy Layer 2 megoldás, ami ugye valójában a tranzakciókat bonyolítja le, gyorsan, olcsón, azonnal jóformán, és ugye utána kommunikál a bitcoin fő blokklánccal,
Azt gondolom, hogy sokan azt mondják, hogy ez nem a valós blokklánc, szerintem viszont egy tökéletes Layer 2 megoldás. Hasonló működik egyébként a például a Polygon Matic, ami az Ethereumon működik, úgyhogy szerintem ez tökéletes, és ez a Bitcoin sokkal inkább felhasználhatóbbá teszi. És ugye ami a tegnap a Twitterrel történt, hogy van egy monetáris politikánk kín, mint Bitcoin, van egy óriási social médiánk, aminek több millió, több 10-100 millió usere van, mint Twitter, és a kettő kombinációjával megindult az, hogy bárhol a világon, akinek van Twitter ökantja, tudsz küldeni, nekem is van, majd megmutatom, hogy hogyan tudsz nekem küldeni. Oké, következő hírünk, Plan B ugye továbbiakban is kiáll a 100 000 dollár Bitcoin előrejelzése mellett decemberre, ami ugye azt jelenti, hogy a stock to flow modell szerint 100 000 dollár lesz minimum. Ugye korábban azt mondta, hogy 135, most ugye 100 000 dollárt mond. Egyébként a logaritmikus versziós modell alapján csak 30 000 dollár lenne, de a stock to flow modell, ami ugye a kínálat, az eszköző mennyiségét is figyelembe veszi, az alapján 100 000 dollárra látja a Bitcoin, és ugye azt mondja, hogy ha érje a 100 000-et, akkor a stock to flow modell halott. Egyébként én azt gondolom, el fog érni, és ott fogunk ünnepelni majd december 31-én, meg 21-én, karácsony falat, és ünnepelni fogjuk, hogy 100 000 dollár a Bitcoin, azon ez lesz a legnagyobb ajándék mindannyiunknak. Következő hírünk, mai napi főhírünk, hogy ugye az arany befektetők szépen jönnek a Bitcoinba, Ethereumba, és ugye ezt a Bloomberg árupiaci stratégiája Mike McLone mondja. Ugye Mike McLone volt az, aki azt mondta pár hete, hogy szerinte az ETF-et el fogják bírálni, és ugye azt látja, hogy az aranyból áramlik ki a pénz, és ez a pénz, ez megy Bitcoinba és Ethereumba, szóval ugyanazon befektetők egyik zsebéből az arany ki, és a másik zsebébe Bitcoin is be. És ugye az arany csak 7%-kal van följebb, 5%-kal, Ethereum meg 400%-kal, szóval nagyon nem kell szélni ezt, és ugye jön a növekszik az adósság, növekszik ugye ez a quantitative easing, azaz a pénznyomtatás, az folyamatosan szépen megy, és ugye a hagyományos fiat valutákat ez felhígítja, ami miatt ugye az emberek valós, scare, hard money-t keresnek, és ez ugye az arany mellett a Bitcoin, ami leginkább ennek megfelel, és ugye a Bitcoinnak, mivel véges a kínálata, pont ezért ugye erre tökéletes, és ugye maga az egész monetáris politikája egyre vonzóbb a befektetők körében. Oké, és ugye amit itt latolgatnak, hogy valószínűleg, hogy lesz majd ETF-ünk is, és ez az egész dolgot fel fogja gyorsítani. Persze ugye az SEC elnöke azt hintette, hogy egy ilyen határidős Bitcoinnal fedezett ETF lenne jó, mint egy ilyen baby lépés. Hát én azt üzenem a felügyeletnek, hogy jobb lenne, hogyha valós nem baby lépéseket tennének, hanem valós lépéseket tennének, és valós Bitcoinnal fednék le az ETF-et. Nézzük rá, hogy néznek ki a chartok. YFI, ugye, ami ma szépen realizott, egész jól néz ki. Ugye itt az alsó szinteken nagyon jól lehetett gyűjtögetni, egész leesett az ára. Nézzük, hogy mit csinál a Bitcoin. Ugye Bitcoin a nagy pánikok ellenére viszonylag korrigált. Jelenleg teszted ezt a trendvonalat 42.100-nál. Adánk, Cardano, ugye Cardano Summit ma van, illetve holnap. Szépen kitört ezen trendvonalon, szépen áttörte, tankönyvszerűen visszatesztelt, és elindult fölfelé, áttört a 2,3-at és a 2,4-et, és azt gondolom, hogy innen nekem technikailag a cél 4 dollár, persze ugye ez nem feltétlenül biztos, hogy megtörténik, sok egyéb tényező jöhet közben, minden esetre a Cardano Summit az ezt támogatja. Ethereum egyelőre nem talált magára, ugye egész lefele görbül itt a csárt, nem teszteli a trendet, mint ugye meglátjuk, hogy a Bitcoin viszont megindul, akkor nagy valószínűség az Ethereum is. Phantom Frankon néz ki, szépen úgy néz ki, hogy kezd kitörni a bull flagből, éppen visszateszteli. Ha ez konfirmálva lett, akkor egy nagy, szép rallit láthatunk Phantomtól, fölfele egészen mondjuk 2,2-2,4 dollár irányába. Ennyi voltak így a mai napi hírek, bejelentkezés, mert éppen megyek családi rendezvényre. Örülök, hogy itt voltál, Szüret Frankon sikerült, a tegnapi live-ot nézd meg, ugye a tegnapi live egész hosszúra sikerült, voltak benne egy csomó kérdés, egy csomó konyt megnéztünk, jóformán minden végigmentünk, ami fontos, úgyhogy feltétlenül kövesd a csatornát, nyomd a like-ot, írj a kommentbe, kérlek, írd be a kommentbe, hogy
mit vársz évvégére? 101 ezer dolláros bitcoinnál, 99 ezer dolláros bitcoinnál, 35 ezer dolláros bitcoinnál, 135 ezer dolláros bitcoinnál, írd be, hogy te személy szerint hova várod a bitcoint évvégére, és ezt a videót feltétlenül iratkozz fel, mert akkor kapsz értesítést, és lehet, hogy olyan hírekkel jövök, ami vétek lenne kihagyni, és komoly veszteség érhet, hogyha kihagysz egy-egy hírt, mert ugye nem edukálod magad a piacról, illetve ugye ezen hírekkel hozd meg a barátaiddal, családtagjaiddal, főleg azokkal, akiket szeretnél, hogy a kriptóba beérkezzenek. Köszönöm, hogy itt vagy, támogatod ezzel azt a küldetést, hogy több millió embert hozzunk be a kriptóba, és több millió magyar ember legyen ennek haszonélvezője. Köszönöm, hogy itt voltál, csodás, szép napot, estét, reggel, bármikor is nézed ezt a videót. Szia!